Az elmúlt hetekben a város több bölcsödéjében is egészségnapot szerveztek, ahol a gyerekek az alapvető higiénés szabályokkal ismerkedtettek meg. Mindezt természetesen játékos formában tették. Nem maradhat el a helyes kézmosás gyakorlása. A gyerekeknek elmondták a tenyér, a kézfej, valamint az ujjak közötti tisztálkodás lépéseit. A legkisebbek persze ezeket a dolgokat minden nap hallják a nevelőktől, ezen a napon azonban nagyobb hangsúlyt helyeztek erre. Ez egy rendezvénysorozatot foglal magába, ahol ugye bölcsödés gyermekeknek egészségnapot tartunk. Ezen egészségnapot most ugye a pályázatot még korábban a Covid időszak előtt írtuk meg, egy kicsit átalakítottuk a Covid időszaknak köszönhetően. Most elsősorban arra koncentrálunk, hogy a gyerekeknek mesés mondókákkal, egyéb játékokkal mennél jobban meg tudjuk tanítani ugye a köhögési etikettet, a tüsszentési etikettet, a papírzsebkendőnek a használatát. A gyermekek verseket és mondókákat is tanultak a gyakorlás mellett. A bölcsödei nevelők sok más lényeges dolog mellett arról is beszéltek, miért fontos a karhajlatba köhögni, vagy a tüsszentés követően használt zsebkendőt, miért kell egyből a szemetes kukába dobni. Ez egyébként különböző eszközöket alkalmaznak majd itt a kollégák a háttérben, a mesés mondókától kezdve a táblamutogatáson át ugye minden lesz itt, és még ilyen kis közös, ilyen gyorsan akartam mondani, kis dalt is betanultak, amelyben egyébként magát a kézmosásnak a menetét gyakorolják végig, mire a dal véget ér, addigra úgymond végére érnek a helyes, megfelelő kézmosásnak is. A kisgyermekek lelkesen figyeltek az egészségnapon, péntek délelőtt egy közös előadáson is részt vehettek, ahol egy oktató játékfilm is a fontos higiénés szabályokat részletezte.